Itt van a BYD Seal U. Tudjátok, van a Seal, az a dögös Tesla Model 3-ra és kicsit Porsche Taycanra emlékeztető földszintes szedán, ami nagyon jó az eddigi próbák szerint. Ez pedig a Seal U, amit azért hívnak U-nak, mert hogy utility. Tehát, hogy a hobbi terepjáró változat. Azaz, kapsz egy ilyen, hát, D-szegmenses autót, azaz egy crossovert, akár hétüléssel is, 220 lóerővel, első kerékhajtással, és akár 82 kWh aksival is. Ezt fogjuk kipróbálni ma, ez nem egy rendes autó, ez csak egy gyors bemutató, mert az idő sajnos szűkös, hiszen ez csak egy ilyen ízelítő, mielőtt kapunk belőle rendes tesztautót. Márpedig a BYD nagyon komolyan gondolja a modelloffenzívet, 2023-ra sikerült lenyomniuk a Teslát eladásokban, ez amúgy mellesleg 60%-nál is nagyobb növekedés, és annyira komolyan gondolják, hogy ők itt most meg akarják vetni a lábukat, hogy több pénzt tolnak a kutatásfejlesztésbe, mint a teljes profitjuk. Tehát még mindig mínuszos a vállalat, annak ellenére is, hogy ilyen mennyiségű elektromos autót adnak el. És hogy látszódjon a szándék komolysága, befizették magukat főszponzornak a foci EB-re. Az egyik legszentebb, legeurópaibb intézménybe, amit eddig mindig mindenféle tradicionális autógyártók támogattak. Most jött a BYD, és azt mondta, hogy mostantól ez az én nevem alatt fut. Ami egy elég erős vállalás. Na de, az autó sem rossz. Bár a BYD Seal nagyon érdekes fóka, azért én tudok néhány fókát, ami érdekesebb, mint a BYD féle fóka. Az első, az kapásból. A fóka, a valódi fókafélék, fókidé és a füles fókafélék, oteridé családjába tartozó, tengeri, emlős, ragadozó. Tudjátok, mi a legközelebbi rokonuk? Bizony, a rozmárok. A fókák alvását bottlingnak hívják, azaz üvegezés. Ez nem az, amit 16 évesen csinálta a házi buliba, hanem az, amikor a fóka így függőlegesen lebeg a víztükör alatt, az egész teste lent van a vízfelszín alatt, és csak az orrát dugja ki. Mellesleg a fókák orra teljesen elzárható. A kikötői fókák akár 30 percig is képesek víz alatt tartózkodni, de például az oroszlán fóka akár 2 órát is kibír víz alatt. Nem csak azért, mert jó a tüdőkapacitásuk, hanem az izomzatuk úgy alakult ki, hogy nagyon sok oxigént tudnak eltárolni az izomrostokban. És most azt hiszed, hogy a fóka egy ilyen cuki kis állat, biztos te is láttad a Pufóka című rajzfilmet gyerekkorodban, de sajnos a tudósok már legalább 4-szer jegyeztek fel olyan esetet, hogy fókák pingvineket erőszakolnak meg. Tehát, hogy nem hogy a saját fajukba, de még csak nem is abban a rendszertani besorolásba tartoznak, és hát egyszer a tetemet még meg is ették. És lássuk a legfontosabb kérdést. Van-e frunk, azaz orrkoffer? Nincs! De mivel ez az autó ugyanarra a platformra épül, mint a múltkor kipróbált Atto 3, ezért abban nagyjából 200 liter semmi volt, viszont ez mivel egy lényegesen nagyobb autó minden irányba, ebben 300 liter semmi van. Tehát tényleg, nézzétek meg, ebben az autóban el lehet tűnni derékig, annyi helyet hagytak az elejébe szabadon, tényleg miért nem tettek ide egy 5 dolláros fröccsöntött teknőt, amiben be tudom szórni a töltőkábeleket. Nem is azért szokott ez felcseszni, mert hogy ne lenne benne elég hely, mert van benne elég hely, csak ez egyfajta utalás a... Hát nem mondanám mérnöki beleszarásnak, de a mérnöki lustaságnak. Tessék bele tenni frunkot. Tényleg, már a kábelek is úgy vannak elvezetve, hogy csak bele kell engedni, nem kell át. Ha még egy kicsit át is húzzák a vezetékeket, akkor meg aztán tényleg akkor lesz a csomagtartója, mint az MX-5-ömnek a hátsó. Merő szívfájdalom, de a jó kis földszintes, sportos Sealből át kellett ülnünk a Seal U-ba, ami hát sokkal jobban tetszene, hogyha egy hasonló méretű Benga kombi lenne, de ugye nem azokat az időket éljük. Ellenben a legpozitívabb csalódás, hogy végre megtaláltam, miért hívják fókának. Mert ennél a modellnél indokolt a fóka elnevezés, pont úgy terjedünk, mint egy langymeleg, masszív, lágyan gözölgő zsírtömb. Azaz, mint egy fóka a vízben. Tényleg, nagyon puha a futómű, nagyon szépen kilebeg mindent, pedig nem egy drága futómű, nem adaptív, rugós, nem légrugós, így semmi trükk, ez csak egy jól behangolt futómű. Így szépen lengedezünk az úton vele, nem esik le kanyarokban az útról, de hát nyilván nem is ezzel fogjuk legyúrni a mecsek szerpentinjein az Ariel atomokat, nem is arra van
220 lóerő és 330 Nm, sajnos az első keréken. Azért sajnos, mert hát valószínűleg ez is olyan, mint az Atto 3, hogy csak így kapirgál, amikor az ember próbál kikanyarodni, mert sokkal direktebben jelen van a nyomaték, mint egy hasonló teljesítményű benzines vagy dízelmotornál. Mellesleg, hogyha tisztán hátsókerekes lenne, amit amúgy a platform tud, akkor még a fordulókörünk is lényegesen csökkenthető lenne, nem mintha amúgy probléma lenne vele. 20 kWh környéki fogyasztásokat emlegetnek. Most autópályán megyünk 120-130, így a pillanatnyi az inkább ilyen 30, de nyilván nem erre találták ki, ezzel a keresztmetszettel még mindig inkább országutazni jó. Ami zavaró, főleg így a lapos szilba átülve, az az, hogy ez egy lényegesen zajosabb autó. Tehát nagyon hasonló tempóval megyünk teljesen ugyanazon az úton, mint a szillel, csak itt például ugye az előírások miatt ezen az autón egy lényegesen nagyobb külső tükörre van szükség, emiatt aztán lényegesen zajosabb is, meg hát nyilván jobban tolja a levegőt ez az egész kredenc itt előttünk. Ettől függetlenül a méret, az akkumulátor méret, a teljesítmény mind olyan dolog, hogy ezen az áron világbajnok. Tényleg, hiába olcsósítottak a Model Y-on, a BYD egész egyszerűen több autót ad. Lehet azon vitatkozni, hogy a Tesla hátsó kerékhajtása, a Tesla szoftvere az mennyi pluszt ad, biztos vannak olyan felhasználók, akiknek ez a lényeg, de sokan vannak, akik egyszer itt beállítják a klímát, meg megnyomják a Spotify-t reggel, és eddig érdekli őket a szoftver, az viszont számít, hogy magukkal tudják vinni a otthon tartott repülőgép hangárjukat és annak tartalmát, mert akkora az autó hátrafele. Az ID.4 azzal az árazással és azzal a beltérrel pedig igazából már említésre sem érdemes. Nagyon össze kell szednie magát a Volkswagennek, hogyha versenytársat akar kínálni egy ilyen autónak. Remekül látjátok oldalról az autó Seal U1-jét. De hogy egy kicsit képbe tudjunk titeket helyezni, ez itt most nagyjából egy Volkswagen ID.4-nél 15 centivel nagyobb autó, ami árban viszont a Tesla Model Y olcsósított változata aláérkezik be. Ez azért egy elég súlyos állítás, tehát hogyha forint per négyzetméter alapon nézzük, akkor ez egy elég megérős autó, és most egy kicsit puskáznom kell, hogy az árakat tudjam nektek mondani szépen. Szóval a komfort változat az 16,1 millió forint, és már az is 72 kWh-s akkucsomaggal érkezik, míg nem, a design az 17,5 millió forint, de már 87 kWh-val. Nyilván, hogyha ez egy földszintes autóban lenne, akkor brutális távolságokat tudnánk vele megtenni, már villanyautó szinten, viszont mivel ez is egy tálalószekrény, egy ilyen guruló tálalószekrény a Nemzeti Múzeum légellenállásával, ezért hát 400-at mondanak reálisnak, de biztos van ez a kizsírozott vákumcső, ahol megfutja a gyári 500-at. Teljesen váratlan módon megkaptuk a Seal-t a Seal U bemutatóján, ugye a Seal U miatt jöttünk ide, az a dugong, az elsőkerekes 220 lovas családi kombi. Ez viszont a Seal, a mondjuk azt, hogy dögös közepes limuzin? Hát nem tudom, képzelj el egy Tesla Model 3-at, aminek a beltere nem úgy néz ki, mintha egy iPodban ülnél, meg még kívülről is foglalkoztak a dizájnnal. Nagyon meglepő az autó, leginkább, hogy jó a futóműve. Feszes, de jól csillapított, és amikor bedobod egy kanyarba, akkor irgalmatlan stabil, nagyon-nagyon komoly oldalgyorsulást lehet vele elérni, aztán, hogyha jön egy keresztborda vagy egy huppanó, akkor sem érzed azt, hogy hátba vernek egy akkumulátorcsomaggal, hanem kicsillapítja. Egy teljesen váratlanul jó autó, és nagyon-nagyon üdítő élmény végre nem fölülni egy sámlira, mint a hátbetegek, hanem így beülni egy autóba, ahogy szoktál. Nem a földre, mint egy sportautóba, hanem csak úgy, mint egy sima autóba. Az autó neve Build Your Dreams, Seal, Fóka, 3.8-es. A régi szép időkben ez azt jelentette volna, hogy ez egy sportváltozat, egy 3.8-as CEO vagy Turbo V6-tal. Ezt tudjátok miért 3.8-es? Mert 3,8 másodperc alatt van 100-on. Én a gyártóhelyében amúgy azt csinálnám, hogy bármilyen adatot kérhetsz az autót hátuljára, mint típusnév. Tehát, hogyha ez egy kis fogyasztású spúrmodell lenne, akkor ez lehetne mondjuk a 14 kWh. Vagy hogyha 7 üléses lenne, akkor 7 seater.
jelentéktelen adatok kiírogatása, mint típusnév, szerintem ez a jövő. Ahogy ránéztek, azért látszik, hogy ez egy európai szemnek kellemes forma, ami többnyire azért van, mert egy német tervező Wolfgang Eggert fogta össze a tervező munkát. Amúgy ez a seal formanyelv, fóka, amit nem értek, mert hát a fóka kicsinek még olyan cuki, de nagynak egy ilyen nagy zsíros löttyet, ami pingvineket erőszakol meg. Komolyan. Szóval az autó nem néz ki rosszul, nem nehéz belelátni a Taycant, nem nehéz belelátni a Model 3 Highlandet, lecsapták ezt a kis vonalat és ide rakták a ledes nappali menetfényt, mint nagyjából minden mostani autóban kötelező, de ami igazán érdekes, hogy ezt a formát alapvetően már a villanyhajtás határozza meg. Pici a prémium gap, viszont a kerekek kint vannak a sarokban, és ezért nagyon tágas tud lenni az utastér, hiszen itt nem kell elférnie hosszába keresztbe egy nagy belső égésű motornak, meg a szerelékeinek, csak egy kis villanymotornak, hiszen ez az összkerekes változat. Van frunk, pici, de van, és kifejezetten tágas, hátrafelé is bőven 400 liter fölötti a csomagtartó, és az autónak nagyon kellemes beltere van. Nekem már például az is tetszik benne, hogy a Teslával ellentétben ebben vannak dolgok. Tényleg így, hogy beleülsz, és nem egy telefonban ülsz, egy Apple telefonban, hanem egy autóban. Ez mindenképpen szimpatikus. A másik érdekes fóka az a Navy SEAL, azaz az amerikai haditengerészet különleges alakulata. Őket leginkább onnan ismerhetitek, hogy 2011. május 1-én ők likvidálták az első számú közellenséget, Osama Bin Ladent. Bár leggyakrabban ilyen vizes, búváros fotókon látjátok őket, azért azt el kell mondani, hogy azért hívják őket SEAL-nek, mert hogy Sea, Air és Land, azaz bevethetőek levegőben, vízben és szárazföldön egyaránt. Az elődjüknek a II. Világháborúban alkalmazott víz alatti rombolóegységeket tartják, és azért is különösen találó a név, mert a SEAL az amerikai tengerész, vagy hát katonai szlengben a tengerészgyalogosoknak a beceneve. A Navy SEAL-be nem kerülhet be akárki, a 21 hetes kiképzés annyira embertelen kemény, hogy többnyire a jelentkezők 80%-a lemorzsolódik, de volt már olyan kiképzési blokk is az alakulat történetében, hogy egész egyszerűen senki nem ment át. A kiképzésnek egy időben része volt az is, hogy a katonákat ellenállóvá tegyék a waterboarding ellen. A waterboarding az nem a szörfözés hivatalos megnevezése, hanem egy a spanyol inkvizíció idejére visszavezethető kínzás, amikor is a lekötözött ember arcára ráfeszítettek egy rongyot, és elkezdték vízzel locsolni. Emiatt egyből bekapcsolt a gag reflex, fulladás érzetet keltett, és összességében egy borzasztó szörnyű dolog a guantanamói fogolykínzások kapcsán hallhatott erről először széles körben a világ. Na most ezt ki kellett venni a SEAL kiképzésből, mert egész egyszerűen annyira kegyetlen ez a fajta kínzás, hogy nem tudták kellene ellenállóvá tenni az embereket. CIA jelentések szerint, aki a legtovább bírta ezt a kínzást, az is feladta 14 másodperc után. Akárhogy is, aki elvégzi a SEAL kiképzést és az egység tagjává válik, arról elmondhatjuk, hogy kemény, mint az öreg asszony sarka. Ez itt egy 540 literes csomagtartó, ami hát érzésem szerint lefelé még azért egy kicsit bővíthető, mert ez eléggé ilyen tálcás megoldásnak tűnik. Igen, itt van benne egy hatalmas habszivacs bassz töltőkábeleknek, meg kompresszornak és hasonlóknak. Szóval azért el lehet benne férni, meg ne felejtsük el, hogy lenne elől frunk, hogyha akartak volna vele lakni. 800 voltos a rendszer, ugye már ez is az LFP-s, tehát lítium vasfoszfát akkumulátort kapja meg, ami 140 kW-tal tölthető. Itt van a töltőkábel, hogyha már a töltésről emlékezünk meg. És ugye ebben is van vehicle to accessory kimenet, valószínűleg mint a BYD Ratto 3-ba. Tehát bedugsz egy hosszabbítót a töltőcsomba, és ki tudsz venni az autóból áramot kávéfőzőnek, boomboxnak, mindenféle egyéb külső eszköznek, ami szerintem az egyik leghasznosabb eszköz egy ilyen villanyautónál. A harmadik híres fókánk pedig Henry, Olusegun, Adeola, Samuel, vagyis SEAL, az énekes. Ő egy áldokumentumfilmben azt mondta, hogy azért sebb helyes az arca, mert farkasok támadták meg és túlélte, de a valóságban sajnos a lupus nevű betegség hagyott rajta ilyen nyomokat. Ő világszerte több mint 30 millió lemezt adott el, háromszoros Brit Award és négyszeres Grammy-díjas énekesről beszélünk. SEAL egyik legismertebb száma a Kiss from a Rose, mellesleg a harmadik szólója volt,
nem indult különösebben erősen a slágerlistákon, viszont a filmzenéje volt a Batman Forever-nek, tudjátok, amiben Val Kilmer volt a Batman, és ez rendesen megcsinálta körülötte a hype-ot, úgyhogy máig legtöbben ezzel azonosítják az énekest. Seal megítélését komolyan csorbította, hogy 2011. októberében fellépett Csecsenföldön, Ramzan Kadirov hadúr születésnapján, ezért állítólag mellesleg 500 000 dollárt kapott. Több emberjogi szervezet is beleszállt ezért, ám ő nem volt hajlandó bocsánatot kérni. Puha, minden látható, minden elérhető, a kormányon a gombok vannak, nem pedig tapi felületek, az ablakot, a négy ablaknak négy külön gombja van, nem egy és egy módváltó, középen a legfontosabb funkciók még mindig billenőkapcsolósak, a hangerő szabályzó, az egy analóg tekerhető poti, úgynevezett emberi autóbelső, amit embereknek szánnak, nem pedig az anyjuk pincéjében élő 40 éves szoftverfejlesztőknek, és ez nagyon-nagyon szimpatikus. Két rohadt nagy indukciós töltőpad van benne, amit lehatároltak egy kis füllel, hogy ne csúszkáljon jobbra-balra a telefon. Igazából egyetlen egy agályom van, nem tudom, hogy ezek mennyire lesznek tartós autók. Szétnézek ebben a beltérben, nem drága anyagokból van, de jól rakták össze. Arra leszek igazán kíváncsi, hogyha mondjuk a kezembe kapok egy 2-3 éves, mondjuk 60-70-80 ezeret futott BYD-t, amit egy magánember használt úgy, ahogy egy autót használni szoktak, hogy az milyen állapotban van. Mert hogyha az sem zörög, és az is egyben van, és az sem kopik meg, akkor elmondhatjuk, hogy megjátszották ugyanazt, mint a koreaiak. Jó áron, jó minőségű autót csináltak, és ezzel nevet szereztek maguknak. Itt most ez az első benyomás a Seal-ról. Jó? Visszatérve erre a tartóságra, a kínai elvtársak is komolyan gondolják a dolgot, mert az autóra 6 év és 150 000 km garanciát vállalnak. Nyilván nem ismerik a garanciális feltételeket, ennek utána kell járni, mielőtt valaki vásárol, de ez azért már ígéretesen hangzik. Szintén a koreaiak példáját követik. És az akkumulátorra a garancia az 8 év vagy 200 000 km. Ez nyilván egy bizonyos kapacitáshoz van kötve, tehát hogy akkor az aksi már ugye bőven nem lesz a kapacitás a csúcsán, viszont még ennyi kilométer után is vastagon használhatónak kell lennie, ha nem, akkor teljesen jogosan verjük az asztalt. És ugye múltkor megtanultuk, hogy a villanyautók nem szívesen gyulladnak ki, hogyha számarányaiban nézzük a belső égésű autókhoz képest, akkor pedig tényleg marginális a kigyulladó villanyautók veszélye. De ettől függetlenül masszívan velünk van. Úgyhogy a Blade Aku technológia egyik lényege, hogy a mindenféle teszteken, tehát ahol kiszúrják vagy áthajtanak rajta a kamionnal és hasonlók, akkor ott ez az akkumulátor nem sérült meg. Konkrétan átdöftek rajta egy vastűt, és még a hagyományos lithium-ion pouch, tehát ez a zsebes akkumulátor felforrósodott, aztán kigyulladt, addig az LFP szépen maradt 60 fokon, mondhatni üzemi hőmérsékleten, és nem keletkezett tűz. Összegezve, Kína nagyon komoly ellenlábasa lesz az európai autóiparnak, de én bízom benne, hogy ez nem a márkák eltűnéséhez fog járni, hanem inkább ahhoz, hogy egyfajta verseny alakuljon ki, amiből a vevő fog jól kijönni. Láttunk már ilyet párszor, mekkora pofon volt a német autóiparnak, mondjuk a konkrétan az S-Mercének, amikor megjött az LS400-as Lexus, és hirtelen adaptív levegős futómű volt egy luxus autó alatt, amit például a Mercedes a 140-essel még nem mert meglépni, és hasonló. Tehát én azt gondolom, hogy nem rettegni kell, hanem ez most itt az ébresztő óra csörgése, és meg kell tanulni jobb autókat gyártani, mint már annyiszor. Reméljük, összejön.